Ihász Beatrixot választották meg a Soproni Evangélikus Egyházmegye esperesének. A beledi lelkész elmondta, Csornai Sopron mellett számos település gyülekezetét felügyeli. Igen, megválasztottak esperesnek az egyházmegye, a Soproni Evangélikus Egyházmegye esperesének. Mesterházi Balástól veszem át, vagy vettem át ezt az esperességet. Ő elment Indiába, misszióba, úgyhogy leadta az esperességet, és egyedüli jelöltként engem, illetve én vállaltam el a jelöltséget, és engem választottak meg az választott meg az egyházmegye gyülekezetei. Ez azt is jelenti, nyilván még most csak az elején tartunk, tehát csak tájékozódásként tudom mondani, hogy mit is jelent az esperesség, illetve azokból a tapasztalatokból, ami az eddigi több mint 20 éves lelkészi munkám során kialakult bennem. Az esperes összefogja a megyében lévő gyülekezeteket. Az esperes és az egyház megyei felügyelő, aki Sümegi Péter, a mihályi felügyelő különben, vadosfai felügyelő, ővele együtt ketten vezetjük az egyházmegyét, és az azt jelenti, hogy egyrészt természetesen a lelkészekkel vesszük fel elsősorban a kapcsolatot, és a lelkészeknek a dolgait intézzük, azaz, hogy ilyet például, mint lelkészválasztás, vagy ha a lelkésznek valamilyen problémája, gondja van, akkor nyilván abban tudunk segíteni. Tehát a lelkészekkel veszük fel a kapcsolatot, és így tudunk segíteni egyrészt. Másrészt pedig a gyülekezetekkel természetesen, hiszen lelkészek által a gyülekezeteket is megismerjük. Az elmúlt egy évben nekem lehetőségem volt arra, hogy a Soproni Egyházmegyében a lelkészeket megismerjem. Voltak, akiket már ismertem, volt munkakapcsolatunk, vannak idősebbek is, köztük vannak fiatalabbak is, 11 anyagyülekezetről van szó, és számtalan szorványról, illetve féliáról. Ez a tudomásom szerint a legkisebb egyházmegye a Magyarországi Evangélikus Egyházban. Nem olyan régen jött létre, hiszen régebben a Győr-Moson-Sopron megyei egyházmegye volt, de ez olyan óriási volt, hogy ketté kellett választani, és így volt célszerű. Több mint 10 évvel ezelőtt megalakult a Soproni Evangélikus Egyházmegye. Szemezgessünk a települések között. Hát milyen települések, illetve hát milyen gyülekezetek tartoznak? Beledet, hadd mondjam először. Igen, Beled az igen. Értelmű. És mellettünk Vadosfa, természetesen Sopron, Sopron mellett Harka, amellett Ágfalva, Bánfalva társult gyülekezetek, illetve Farád, Csorna, Rába Szent András, és mit hagytam ki? Talán egyet sem, ha minden igaz. Hát, dehogy nem, Nemeskéren helyettes lelkészünk van, igen. Tehát a nemeskéri gyülekezet is ide tartozik, úgyhogy 11 anyagyülekezet. Ahol van, ahol be van töltve a lelkészi állást, van, ahol helyettes lelkésszel tudtuk megoldani, illetve van, ahol most van folyamatban. Már megválasztottuk az új lelkészt, vagy megválasztotta a gyülekezet az új lelkészt, például itt a szomszédos Vadosfán, és most várjuk, augusztus 1-től fog majd hivatalban. Ki lett ott a... Fatalin Helga lett. Ő 60-ból, 60 Gyöngyös gyülekezetéből jön hozzánk, és Mihácsi Lajos az, akitől elbúcsúzott a gyülekezet, ő nyugdíjba ment. A korosztétele milyen az evangélikus lelkészeknek itt az egyházmegyében? Vannak fiatalok is, vannak idősebbek is. Én azt tudom mondani az elmúlt egy év tapasztalata alapján, hogy nem is a korösszetétel a lényeg itt inkább, hanem a munkabírás, a munkához való hozzáállás, és valójában nem is munkáról van itt szó, hanem hivatásról. És én azt mondhatom el, és ezért is vállaltam többek között az esperességet, azt mondhatom el, hogy ugyanúgy, ahogy én is lelkesen igyekszem a lelkészi munkát végezni, ugyanúgy a többiek is mind a maguk területén igyekeznek elvégezni a lelkészi munkát, az evangéliumot hirdetni, és hát ennél fontosabb nincs is. Itt tanórákat megtartani, és időseket gondozni, és a kazuális szolgálatokat elvégezni. És a gyülekezetek milyen állapotban vannak, akár a létszámot nézzük, erről tájékozódott, hogy állnak ezek a dolgok? Igen, hát két nagy erős gyülekezetünk van, ugye hát nyilván a Soproni gyülekezet több iskolával, óvodával, intézménnyel.
és több lelkésszel is. A második legnagyobb a Beledi gyülekezet, ahova engem választottak meg egy pár hónappal ezelőtt lelkésznek. Aztán vannak kisebb gyülekezetek is, és van olyan gyülekezet, ami a határán van annak, hogy tudunk-e oda lelkészt biztosítani. Hát nyilván itt az anyagi háttér is nagyon fontos, hogy mennyit tudnak biztosítani a lelkész számára, mennyi jövedelmet tudnak biztosítani, de azt mondhatom, hogy nagyon jó kezekben voltak a gyülekezetek, tehát nagyon jó volt az előző esperes, nagyon jó volt az előző vezetőség, és ezért rendben vannak a gyülekezetek. Vannak kisebb-nagyobb nehézségek, gondok, de hát nyilván ez van, ami áthidalható, és van, ami aztán majd egy hosszú távú átgondolást kíván, hogy lehet megoldani a feladatot. Ugye összetett feladat így az esperesség, de gondoljunk akár arra, hogy templom felújítás is milyen komoly feladat. Gondolom azt is megnézték, hogy hát hogy állnak az evangélikus templomok, az infrastruktúra milyen helyzetben van, ilyen kis felmérést végeztek? Igen, előzetes felmérés van, és nyilván tájékozottam már előzetesen az esperestől, hogy állunk. Vannak folyamatban lévő pályázatok, például Nemeskéren van egy több mint 100 milliós pályázat, amit megnyertek, és most van folyamatban annak a felhasználása, illetve majd aztán az elszámolás. Tehát ott van egy nagy felújítás. Itt Beledben is van egy nagy felújítás, egy megnyert pályázatnak a felhasználása van most folyamatban, illetve másút is azt mondhatom el, hogy nagyon jó karban van tartva, nagyon jó karban vannak tartva az ingatlanok, de ami még ennél is fontosabb, hogy a gyülekezetekben az eddig megismert presbitériumok, illetve gyülekezeti vezetők mind igyekeznek előrelendíteni az egyháznak az ügyét, és azt látom, hogy mind a maga területén próbál ezért tenni. És ez nagyon fontos, erre lehet alapozni aztán majd a következőkben a gyülekezetet, illetve az egyházmegye építését. Egy szomszéd településen evangélikus templomot építenek. Hogy áll most az ügy? Vásárosfaluban, igen. Most éppen már folyamatban van az a része az építkezésnek, amikor az Országos Egyház a két megnyert nagyobb összeggel a kivitelezővel fogja megkötni a szerződést. Ez éppen most a nyár miatt egy kicsit akadozik, de hát nyilván hetek múlva sikerül aláírni ezt a szerződést, és a kivitelező tovább folytatja a munkát, már állnak a falak, úgyhogy nagyon jó helyzetben vagyunk, azt mondhatom, és hát nagyon remélem, hogy vagy ebben az évben, vagy a következő évben már át tudjuk adni a vásárosvárosi templomot. Szerkezetkész állapotban nyilván elkészül már idén, de hát belső munkálatok is vannak, amit azért érdemes lenne megvárni ahhoz, hogy felszenteljük a templomot. Visszatérve a Beledi templomra, itt kicsit elhúzódott ugye ez a szerződéskötés. Most igen. A jelenlegi állapot szerint mennyiből fog megvalósulni a felújítás, illetve mit akar a fejlesztés? Igen. 22,5 milliót nyertünk, ezt már mondtam, de hát a nagy nehézség ebben az, hogy ezt tavaly augusztusban nyertük, de tulajdonképpen már egy másfél évvel azelőtt beadott pályázatról van szó. Tehát ez azt jelenti, hogy 2,5 évvel ezelőtti árakon adták be annak idején a pályázatot. Nem tudom pontosan a felmérések szerint hány százalékos áremelkedés volt az építőiparban, de 20-30%-kal biztos, hogy gondolkodhatunk. Ez azt jelenti, hogy vagy a műszaki tartalmat kell lejjebb csökkenteni, vagy pedig hát nyilván nagyon komoly árengedményt kell kérni a kivitelezőtől, a harmadik pedig az, hogy teménytelen mennyiségű pénzt lehetne még a templom felújításra költeni. Úgyhogy a három variációt egyszerre próbáltuk meg. Nem volt egyszerű, több hónapig húzódott, nagyon sok idő ment el ezzel, hogy engedélyeztetések, újra megnézni a terveket, újra megnézni azt, hogy mi az, amit támogattak, mi az, amit nem. A legutolsó pont az volt, amikor kiderült, hogy a napelemeket ugye nem támogatták, ezt mi tudtuk, ugyanakkor viszont meg kell valósítani, mert hogyha nem valósítjuk meg, akkor nagyon komoly összegtől esik el, tehát kevesebb lesz a beruházás összértéke. Most ott tartunk, hogy 31,5 milliós beruházás lesz, plusz még a napelemek megvalósítása, amit ugye nem támogattak, plusz még a sikerdély, tehát nem egy kis beruházás.
Azt tudjuk, hogy jóval többet is lehetne költeni erre a templomra, de abban biztosak vagyunk, hogy ha ez megvalósul, akkor tényleg nagyon szép lesz a templom. Szigetelés és ablakcserék is benne vannak, tehát teljes tetőszerkezet, és a toronynak a felújítása már nagyon ráfér a templomra. Befejezés határideje van már, hogy mire lehetne ezt felszentelni, átadni is? Hát nagyon reméljük, én nagyon remélem, hogy októberre, aztán majd ugye az időjárástól is függ, és hát nyilván a kivitelező, hogy hogyan tudja a szerződésben megfelelőképpen, a szerződésnek, szerződést teljesíteni az azokban szabott határidőket. Egy kis rátartással dolgozunk mi is, tehát számítunk arra, hogy esetleg az időjárás közben szól, és egy-két hetes csúszás lesz, de én nagyon remélem, hogy októberre sikerül újra a templomot belülről, kívülről felújítani, illetve igény vagy használatba venni, mert hogy belülről is egy kicsit feleszújítva, kívülről viszont hát látványosan. Belülről azért is kell többek között, mert ahogy lebontják ugye a tetőszerkezetet, a por, a kosz, a minden, az a templomban hiába próbálják majd nyilván nejlonnal letakarni és védeni, azért az mégis meg fog jelenni, tehát egy kicsi felújításra ott is szükség lesz. Itt a beledi gyülekezet házatájáról, itt a nyáron azért nem állt meg az élet, tehát nem csak, hogy ugye az istentiszteletek és egyéb ilyen szolgálatokat végrehajtották, vagy folyamatosan teszik a dolgukat, de itt volt például egy tábor, én úgy tudom, tehát igen, a gyerekekre is gondoltak. Így van, hogy egy napközis tábor volt itt, méghozzá közvetlenül az iskola vége után, tehát azon a héten volt, és mondhatom, hogy nagyon jó, sikeres tábor volt, 20 gyereket, kisebb-nagyobb gyermekeket foglalkoztattunk, elsősorban az általános iskolásoknak hirdettük meg ezt a tábort, de mivel az én fiam is óvodás, ezért óvodások is jöhettek és jöttek is valóban. Nagyon jó programok voltak, és amit kiemelnék ebből a lelki programok mellett, tehát az áhítat és nyilván a Bibliával foglalkoztunk, az elhívás történetek voltak, Mózes, Jónás, illetve Péter és Lévi története. Emellett kiemelem azt, hogy én ilyen csodálatosan összefogó gyülekezetben még nem voltam. Nagyon sok helyen segítettek a napközis tábornak, vagy az egyéb táboroknak, vagy egyéb programoknak a megszervezésében és lebonyolításában, de én még ennyi segítséget sehol nem kaptam. Úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy a beledi evangélikus gyülekezet tagjai, presbiterek és anyukák és nagymamák egy szívvel és egy lélekkel itt dolgoztak azon, hogy a gyerekeknek jó legyen, minél nagyobb élményt kapjanak, és minél jobban vigyék szerte a hírt, hogy milyen jó volt ez a napközis tábor. Jövőre is tervezzük ezt a tábort, és az már egy efok. És hát a felnőttek pedig egészen biztos, hogy ugyanúgy be tudnak kapcsolódni majd a munkába. Palacsintasütéstől elkezdve a kocsikázásig, a lovagoltatásig mindenben hozták a segítséget, és jobbnál jobb ötleteket tudtunk megvalósítani. Nagyon hálás vagyok ezért. Mit jelent a gyülekezetnek, hogy nem csak lelkésze van, hanem hát az esperességet is ön viszi tovább? Az első és legnagyobb kérdés ugye az volt, hogy ha esperes választás lesz, és hát nyilván a beledi gyülekezet, a presbiterium támogatta az én jelöltségemet és a választásomat, hogyha esperes választás lesz, akkor vajon marad-e az esperes Beledben, vagy mennie kell esetleg Sopronba, vagy máshová. Én rögtön az elején azt szögeztem le, és az volt az én elképzelésem, hogy semmiféleképpen nem megy az esperesség, hogyha engem megválasztanak Beledből. Tehát az esperesi hivatal itt lesz Beledben. Ez volt az első és talán legfontosabb kérdés, hiszen azelőtt 2 hónappal választottak meg engem ide lelkésznek. Egyáltalán nem szerették volna, nem örültek volna neki, hogyha erre a változásra kényszerülünk, vagy kényszerítenek minket. De nem is volt ez kérdés igazából a Magyarországi Evangélikus Egyházban. Az szokássá vált, hogy ahol a lelkész, illetve ahol a megválasztott esperes, ott van az esperesi hivatal. Hát
Hát még ezelőtt vagyunk, hogy egy esperesi hivatalt kialakítsunk, az majd egy következő pályázat, vagy egy még azt követő pályázatnak a feladata, hogy tényleg itt legyen egy olyan jó környezet, méltó környezet, ahol lehet fogadni akár a lelkészeket, egyéni megbeszélése, beszélgetése, akár a gyülekezetek presbitériumát. Nyilván a templom, illetve a gyülekezeti ház erre alkalmas, de az esperesi hivatal kialakítására szükség van mindenféleképpen. Úgyhogy ez volt az első és legfontosabb kérdés a presbitérium részéről, hogy maradok-e. Természetesen erre én minden gondolkodás nélkül azt válaszoltam, hogy maradok, hiszen én elsősorban beledi lelkész vagyok. Másodszorban vagyok esperes, a Soproni Evangélikus Egyházmegye esperese. És ezt ígérem, hogy mindig szem előtt fogom tartani, mert hogy ide fogadtak engem be a beledi gyülekezetbe, és ez a legfontosabb számomra, hogy itt helytálljak. Nyilván az, hogy esperesi feladatokat is ellátok, ez egy kicsit befolyásolja a beledi evangélikus gyülekezetnek az életét, olyan szempontból, hogy jobban meg kell szervezni, sokkal jobban meg kell szervezni az időbeosztást, kell alkalmazkodni például esperesi értekezletekhez, vagy egyéb megbeszélésekhez, pesti úthoz, protokoll találkozásokhoz, kapcsolatépítéshez, tehát ebben biztos, hogy majd több olyan egyeztetésre lesz szükség, amire eddig nem volt szükség, mert hogy csak a beledi gyülekezetnek voltam a lelkésze, az esperesség ezt is jelenti, hogy majd jobban meg kell szervezni. A naptárba lehet, hogy majd többször, naptárba beletekintve lehet, hogy majd többször kell mondanom azt, hogy bocsánat, most nem, hanem majd esetleg egy hét múlva, vagy két-három nap múlva visszatérünk rá, és akkor tudom fogadni, és tudok segíteni. Volt ügyben. Már esperesi hivatal itt beledbe? Hát én úgy tudom, hogy annak idején a Bárány Gyuszi bácsit megválasztották esperesnek, de aztán ő nem sokkal később elköltözött Győrben. Tehát ezért is volt ez a félelem a gyülekezeti tagokban, hogy nehogy erre kerüljön sor. Tehát volt megválasztott esperese a egyház megyének, de ugye akkor még Győr-Moson Sopron megyei egyház, tehát megye volt, tehát akkor ő nem sokkal később Győrbe költözött. Hát a várost egy kicsit felteszi akkor a térképre ez igen, a hivatal, igen, hiszen azért, ha belegondol az ember, ez kerülhetett volna Sopronba is, hiszen megyei város volt valamikor Sopron, központja Sopron vármegyének valamikor, és hát most úgy történt, úgy változott az élet, hogy most Benedbe kerül ez a hivatal. Igen, így van. Egy megoldást már találtunk is, ami arra vonatkozik, hogy egy Sopron környékén sok gyülekezetünk van, és nyilván azt, hogy beledbe került a hivatal, azt nem szeretnénk a soproni gyülekezetnek, vagy a Sopron környéki gyülekezeteknek a hátrányára. Ez nem jó elképzelés lenne, úgyhogy már meg is beszéltem, hiszen az esperes helyettes a soproni egyik lelkész, hogy ott is fogunk fogadó órát tartani, tehát majd megszervezzük azt, hogy Sopronban valamelyik lelkészi hivatalnak valamelyik szobájába, ott legyen egy fogadó idő, és akkor az espereshez tudnak jönni a lelkészek, tehát nem fogják azt érezni, hogy el kell jönni egészen beledig ahhoz, hogy ők valamit el tudjanak intézni, de nyilván azért a mai közlekedésben, meg a mai jó kocsikkal ez már azért nem olyan óriási nagy távolság, tehát megoldható. Meg manapság már e-mailben is, illetve hát telefonon is nagyon sok mindent meg lehet beszélni, nem csak személyesen. De én magam a személyes találkozásoknak a pártján állok, tehát amit személyesen meg lehet beszélni, az igazán jó. Nyilván van az, aminek van olyan ügy, amikor levélben kell elintézni, és annak kell, hogy legyen lenyomata, kell, hogy visszakereshető legyen, hogy miben is állapodtunk meg, de én a személyes találkozásokat preferálom, azt szeretem igazán. Akkor látom, hogy a másik embernek, akivel beszélek, mennyire szívügye, hogy szeretné, mint szeretne, és én gondolom azt, hogy egy személyes találkozás során sokkal több ötlet felmerül, és akkor elindul a fantázia, hogy akkor ezt hogy lehet megoldani, mit lehet tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen én is.